Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Jöjjön egy kis Battlefield 2018 pletykavonat, ugyanis elindult, miközben itt a kis BF1 gameplayt láthatjátok, és természetesen, mit elmondtam mondani, hogy szó fog esni egy kis Battlefield 1-ről is, mert szeretnék egy ilyen kis összefoglaló videót csinálni erről a játékról és a jövőbeli Battlefieldekről is. Na most létezik egy olyan YouTube-os, az a neve, vagy Almighty Duck. Na most ez a YouTube-os pletykákat hintett szórt szét a Battlefield univerzumban, hogy mi lesz a következő Battlefield, és annyit érdemes tudni erről a srácról, hogy azért, amikor arra jön, hogy megjósolja, hogy milyen Battlefield lesz a következő, elég hitelesnek bizonyul, mint ahogy megjósolta a BF4-et is, illetve a Battlefield 1-et is, mert hogy állítólag van neki némi kapcsolata a DICE-ban, aki informálta őt a következő Battlefieldről. Na most, kettő pletyka vonat indult el ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz a következő Battlefield. Az egyik pedig az, amit először Almighty Duck is mondott, hogy Battlefield Bad Company 3 lesz a következő Battlefield, és képzétek, nem lesznek benne mikrotranszakciók. A témája pedig a vietnámi háború lesz, és annak a korszaknak a fegyver témája. Tehát mondhatni azt, hogy valahol második világháború utáni, és a modern fegyvereknek a keveréke és újra bemutatása lesz, a modern harci járművek újra bemutatása a vietnámi környezetbe helyezve. Nem lesznek mikrotranszakciók, szóval ez egy nagyon jó dolog. Maga a gameplay gyorsabb lesz, mint a Battlefield 1-é, de egy jobb balanszot akarnak csinálni a járművek és az infantry között. A térképek mérete pedig a kicsitől a közepesig fog terjedni. Most a kicsi alatt Battlefieldben valami olyasmire kell gondolni, mint Sinai Desert jelenleg BF1-ben, vagy nem is tudom, talán Lankang Dam BF4-ben. Tehát az a kicsi is, és a közepes az attól nagyobb. Nos, egyelőre ezek néztek itt, hogy Bad Company 3-nak indul, és a témája a vietnámi háború környéke lesz. Na most, őszinte leszek veletek, ez az egyik pletyka, jó? Tehát ez az egyik pletyka. Őszinte leszek veletek, Bad Company 2-nek a Vietnam DLC-jét egyszerűen hasra estem, tehát az kurva jó volt, és iszonyatosan hangulatos, nagyon beletaláltak a gameplay-e mindennel. Bad Company 2 az egy siker volt a Battlefield életében, és egy egy bukhalmaz volt az egész, és a gameplay sem volt über optimalizált, de viszont a Frostbite Engine nyújtotta lehetőségek, szépségek, és az, hogy ahány játékost egymásnak lehetett ereszteni egy szerveren, a Bad Company 2-t hihetetlenül, illetve a Battlefield sorozatot hihetetlenül népszerű vétette. A single player tekintve a Bad Company 2-nek az egyetlen olyan Battlefield, ahol a karakterek valamilyen szinten megjegyezhetőek, és a személyiségük volt, és minden bizonyal ez is volt, ami rájátszott ennek a játéknak a sikerére is. Emlékszem az első trailerre, amikor bemutatták a Battlefield Bad Company 2-t, hát behugyoztam a szépségétől, meg a hangulatától, ahogy ott mentek le a tankok, a sniper ment a sniperével, kilőtt a szembelő embert, elővett a C4-et, felrobbantott valami épületet, hát elképesztően hangulatos és jól nézett ki, és rohantam is a boltba megvendeztem, persze kiderült, hogy a videokártyám alig bírta 30 FPS-en, úgyhogy a játékélmény nem volt annyira jó, de mind a mai napig, ha visszamegyek a Battlefield Bad Company 2-ről, mert azért néha visszamegyek, de tényleg egy nagyon jó nosztalgikus érzés hog el, és még mindig ugyanúgy van egy-két pálya, ami idegesít, mert hogy nem úgy van balanszolva, van egy-két pálya, ami tök szép, és úgy van balanszolva. És van egy-két elem a gameplayben,
amit például hiányolok az újabb Battlefield-ekben, és nagyon-nagyon jó lenne, ha benne lenne, és egy jobb játék folyamatot tud adni. Például a Rush, Bad Company 2-ben egy elképesztően jól olajozott menet volt, de nem feltétlenül azért, én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül azért, mert olyan volt a pályák kialakítása, hogy Rush-ra tökéletes volt, ó Istenem, közel sem voltak tökéletesek Rush-ra. Viszont egy nagyon fontos elem volt ebben az ottani Rush game-ben, ami megkönnyítette a csapatoknak az előrehaladás, és ez például azon egyszerű tény, hogy magát az M-komot, amit felrobbantni lehet már csak az új Battlefield-ekben, szét is lehetett lőni. Na most, hogyha egy olyan pályára érkeztünk például, ahol nagyon nehéz volt a támadás és betörés, és alapvetően a védekező csapat egy előnybe lett volna a támadóval szemben, távolról a tankok, ha úgy alakult, legalább az egyik enkomhoz hozzáfértek úgy, hogy szét tudták lőni. És a csapat már is egy kicsit tovább tudott menni, már is alakult a játék, és ezt rettentő mód hiányoltam. BF3, BF4 és Battlefield 1-ben is, ez nagyban segíteni egyes pályákon például a játékot, mind defenzív és mind támadói szinten, tehát ha egyike, legalább az egyik enkomot szét lehet lőni, hogy már alakuljon annyit a játék, hogy hozzá lehessen férni a másikhoz, vagy éppen megvédeni a másikat, szóval egyik mindig rejtettebb volt, a másik mindig kicsit nyitottabb volt, hogy jobban hozzá lehessen férni a dolgokhoz is, és valamiért Bad Company 2-ben a Rush sosem érzékelődött igazságtalannak, mert hogyha mégis vesztettél egy meccset támadóként, akkor mégis úgy, de legalább a több mint az M-komoknak felén túlmentél, legalább a 80%-ig elérte az M-komoknak, és akkor már úgy érezted, hogy legalább, hát legalább eddig eljutottunk, érted? És hogyha veszítettél, nem az volt, hogy jó, meg igazságtalan a pálya, és jobban kedvezett a támadó csapatnak, mert egyszerűen már jobb volt a támadó csapat, és szét lehetett lőni az M-komokat, tehát a védekező csapat nem vigyázott eléggé a tankokra, és a többi. Na, szóval közel sem volt tökéletes a Bad Company 2, de apró dolgok, amelyek sikeressé tették, az teljesen tökéletes volt benne. A következő pletyka, ami elindult Battlefield 2018-a kapcsolatban, az, hogy egy második világháborús témájú Battlefield lenne. Na most ez a... Én remélem, nagyon remélem, hogy ez a legkevésbé esélyes, és mert hogy kettő DICE van a Svédország DICE és az LA DICE, és mind a kettő nagyon is képes csinálni egy jó Battlefieldet, és tehát most olyan pletyka röpülget, hogy egyik csinálja ezt, a másik csinálja azt. Nagyon remélem, hogy a második világháború így egy kicsit ki van zárva most a listáról, elég volt, már megint, tehát így tele van a második világháborúval, meg első világháborúval, és ráadásul a Battlefield 1 első világháborús témája már-már majdnem második világháborúnak játszik be, és nekem van egy olyan érzésem, hogy ez egy direkt szándék volt, hogy valahol így lefedjék a két korszakot, és mind a kettőbe adjanak a játékosnak belekóstolást. Persze, nem mondva azt, a második világháborúnak rengeteg olyan ikonikus csatája volt, és hatalmas univerzuma lehet egy játékban, amit ki lehet aknázni és változatosát csinálni a játékot, de úgy gondolom, hogy ez a setup már nem állna annyira jól helyt, így, hogy most első világháború van. A fegyverek majdhogy nem ugyanazok, a helyszínek éppen mások, a tankok benne majdhogy nem ugyanazok, tehát jó, nem ugyanazok, csak majdhogy nem ugyanazok, tehát akkora vizuális változás nem lenne, akkora témaváltozás és gameplay változás nem lenne, úgyhogy... Nagyon remélem, hogy ez a legkevésbé igaz pletyka, és nem a második világháború irányába tolják el a dolgot. Beszélgessünk egy kicsit most Battlefield 1-ről. Emlékszem, amikor szóba került, hogy megjelenik a Battlefield 1, úgy terveztem, hogy de sok videó lesz erről, meg hogy tök jó lesz bemutatni a fegyvereket, pályákat, stb. És aztán így elkezdtem játszani a játékkal, és félretés ne essék, már 500 órán van Battlefield 1-ben. Sok is, meg nem is. Bizonyosan. Tehát ahhoz képest, hogy mennyit játszottam BF4-jel és BF3-mal, BF2142-vel, ahhoz képest rettentően kevés, de 500 óra azért már egy egész képet ad arról, hogy mi az, ami engem hátráltatott abban, hogy
Battlefield 1-ről videókat csináljak, vagy egyáltalán úgy élvezzem a játékot úgy, ahogy BF4-et élveztem. A minap visszamentünk a srácokkal egy kicsit BF4-hez, és esküszöm, valamit éreztem, valamit, amit BF1-ben sosem éreztem az elmúlt 500 óra alatt, és úgy nézzétek, hogy Battlefield 4-ben 1000 órán van a játékban, és még mindig fel tudott pörgetni arra a kompetitív szintre, amit BF1 sosem tudott elérni. És nem igazán értettem, hogy mi zavar Battlefield 1-ben engem. Élveztem a gameplayt, nem volt vele baj, tehát élveztem a gameplayt, gyönyörű volt, grafika, jó a játékmenet, és gyors a játékmenet, bár azt feltétlenül nem annyira élveztem így Battlefieldben. És úgy éreztem, hogy minden rendben van a játékkal, de valami nem stimmel, és most, amikor visszajöttünk BF4-be, éreztem azt, hogy a BF4-ben van egy kompetitivitás, van valamiféle tétje a játéknak, amit játszok, és Battlefield 1-ben sose éreztem, csak azt éreztem, hogy egy nagy arcade shooter, nagy pályán, ahol csomóan egymásnak mennek, és arról szól, hogy ki látja meg előbb a másikat, mert hogy annak van a csipája, arról szól, hogy egy ilyen elsniperosodott játék, ahol egy fegyver kategória rettentő módon dominál, és ez rettentő mód rontja a gameplay élményt. Tegyük fel, BF4-ben a sniperek sosem jelentettek akkora gondot, de ha volt egy ügyes sniper, akkor azt már észre lehetett venni a pályán. De Battlefield 1-ben például boldogtalan tud sniperrel lőni. Ha egyszer ráérzel arra tökéletes távra, ahol a sniperet tud operálni one shot kill-lel, akkor konkrétan semmi gondod nincs a játékban, csak leállni egy olyan távolságba, kinézni magadnak azt az embert, és jóformán el se kell találni, és összeesik. És ez rettentő mód frusztráló tud lenni a játékban, mert a többi fegyver nem tud kompetitív lenni ezen fegyver kategóriával. Ugyanígy például buffolták a light machine gunokat is, és egyszerűen olyan irányba tolták el, ami megakasztja a csapatjátékot, a játéknak a előre menetelét, a folyamatosságát, egyszerűen olyan fegyverek és fegyver kategória dominál Battlefield 1-be, hogy számomra egy bizonyos szempontból tönkreteszi a játék menetét. Az olyan játékokból, ahol például kevesebb sniper fordul meg, vagy kevesebb light machine gunos, vagy egy jó egyensúly van benne, azok a játékok Battlefield 1-ben iszonyat jól tudnak alakulni, és nem nagyon el mennek egyik irányba, egyik csapat irányába, vagy másik. Például a BF4-ben ugye, ahogy a minap is játszottunk, meg régebben is így játszottunk, nem ugye mi volt az izgalom mindig, ami arra készített, hogy menj és nyerj, és adrenalin megvolt, vegyük például a Lockert, Operation Locker, egy tisztára clusterfuck pálya, van, aki nagyon szereti, van, aki nagyon utálja, vagy Metro, ugyanígy igaz, mint BF3-ra, mint BF4-ben. De BF4-ben végképp. Tehát például ez a két clusterfuck pálya, csak azért hozom fel, mert két nehéz pályáról van szó, abban a szempontból, hogy ronthatja a játékélményt, de ugyanakkor jó is már, hogy kicsi, szűk, robban, bim-bum, minden megvan benne, ami kell. És egy Operation Lockeren vagy Metron, hányszor fordult veletek is elő az, hogy az ellenfél csapata vezetett, mondjuk volt 1500 tikét, ez egy másik dolog, 1500 tikét, és az ellenfél vezetett mondjuk 900-400-ra, és 900-400-ról visszafordítottátok úgy a játékot a csapatotokkal, hogy mondjuk kb. 5-6 tikettel győztetek, de volt olyan is, hogy egyen. Hányszor fordult el, hogy lehetőség nyílt arra, hogy a csapatot felébredjen, feltámassza magát, és mégis megnyerje a játékot, vagy legalább közel egyenlőre hozza. Battlefield 1-ben ilyen nincs. Konkrétan legtöbb játékom az olyan, hogyha egyszer az egyik csapat megszerzi a vezetést, akkor onnantól kezdve a másik csapatnak elképesztően nehéz fordítani a játékon, hogy őszinte legyek, és egy picit így leadja az esélyeket, meg a játékkedvet, megszerezték célt, hát a faszom, hogyha oda most beeszik magukat, akkor onnan biztos, hogy aki nem lehet őket bombázni, és konkrétan így viszik a játék, és a pályák mérete és kialakítása és szerkezete Battlefield 1-ben olyan, hogy
központosít. Tehát a központosít azt jelenti, hogy a rákényszerít a pálya az egész olyan, hogy a két csapat valahol középen csatározzon, és csak ott csatározzon. Tehát, hogyha az egyik, és minden pont, amit elfoglalnak, tehát a legtöbb pálya lineár, és minden pont, amit elfoglal az ellenfél, vagy a te csapatod, az a pont válik a központtá. És ez a, ennek az oka az, az, az is, hogy emiatt, hogy minden pont egy központtá válik, emiatt a csapat többi része, vagyis a csapatnak a része nem hajlandó mondjuk ugrani egyet, és mondjuk C helyett A-t foglalni, és B-t kihagyva, stb., hogy így megfordítsák a játékot. Ezzel ellentétben például a BF4-ben voltak olyanok, hogy csapatszállító helikopter, ahol egy-két játékos, felismerve a szituációban a lehetőséget, átugrottak egy-két pontot, és elkezdtek egy másik irányból foglalva, ezáltal megzavarva az egyes. És mivel a közlekedés például a BF1-ben nehezebb Battlefield 4-hez képest, így aztán a gameplay és az akcióra vágyás a játékosokban konkrétan egy kicsit mindig erre a központosított pontra lesz, amit éppen az épp elfoglalt pálya fog mutatni. Jó, de mi van ugye azokkal kérdezhetőek, mint az olyan pályák, mint a Nivel Knights, ami például egy ilyen körforgás. Na, annak a pályának például az a problémája, hogy egy körforgás. Mert lehet, hogyha egy cikk-cak lenne, más lenne, vagy nem tudom, de egy körforgásban sokszor tapasztaltam például egy Nivel Knights, hogy a játékosok mennek körbe-körbe, és éppen, hogy elcsattan egy-két fegyverhang, és a játékosok lelövik magukat. És az a játék már egy arcade TDM-mé vált, és nem például egy conquest-é. Tehát egy TDM-en Nivel Knights, ez a legjobb pálya, komolyan mondom, de egy conquest-en egyszerűen hasznavehetetlen, mert vagy a pontokat foglalod, vagy csatározol, de a kettőt együtt szinte lehetetlen csinálni, és legalábbis úgy csinálni, hogy élvezettel csinálni. És nem beszélve arról a rengeteg nyitott terep, például csak azon a pályán, ahol a sznájpereknek egyszerűen finom eledel vagy bármilyen távról szinte, mert olyan egyszerűen az egész pályának egy olyan távja van, hogy az összes sznájpernek egy ilyen sweet spot. Konkrétan. Nos, valahol ez az, ami zavar BF1-ben, és arra hajtott engem az elmúlt időben, hogy Battlefield casual játékos legyek. Őszinte legyek. Nem beszélve a beleépített lootboxokról és mikrotranszakciókról, ami ebben a játékban is vesztek, és a végtelen grindról, hogyha valamit el akarsz élni. Persze azért pozitívumára szóljon legyen, hogy ez egy egész jó irányba változtatott. Tehát a teljes játékot egy ilyen casual gamereknek tett kísérletnek érzem, és teljes mértékben megfeledkezve egy némi kompetitivitástól, mert értem én, hogy a core gamerek mindig kevesebben vannak, mint a casualak, de a core gamerek azok, akiknek a legnagyobb a szájuk, és legjobban tönkre tudják tenni egy játéknak akár az indulását, vagy az élményét, mert ők értenek a legjobban ahhoz az adott játékhoz, és ők befolyásolják a legjobban a közösséget. Szóval nem azt mondom, hogy full kompetitívre kell mindent csinálni, de ne feledkezzünk meg a balansz faktorról, az adrenalin faktorról, amit bele lehet építeni. Tanuljunk legalább az előző játék sikeréből, és ezt vigyük teljes mértékben át, és esetleg úgy adjunk új dolgokat az új játékhoz. Ne egy új rendszer találjunk ki minden játékban, hanem adjunk hozzá dolgokat. És a nagy vetértáshoz szólva, egy kicsit így Call of Duty-hoz, ők nem új dolgokat csináltak folyton, pedig ugye azért könyörgött a játékos társadalom, legyen valami új a kódban, nem. Hozzáadtak, tesztelgettek, próbálgattak, de a Battlefield 1-nél, hozzátéve, hogy hozzáadtak, tesztelgettek, próbálgattak, tehát volt, ami siker volt ami bukás volt, de úgy általánosan a kódnak az útja lefelé megy, de sosem jártak olyan végtelen, tehát tényleg megütöttek egy biztos utat, volt, amit próbálgattak, nem jött össze, kipróbálunk valami újat, ez sem jött össze, és kipróbálunk valami, és végre eljutottak World War 2-höz, és ez a World War 2, ez most működik. 4 millió eladott példánya, 4 millió eladott példánya, mikor adott el a konzoljára ennyit? 21 milliót adott el MV2-kor. És valami 20-valamennyit adott el Black Ops 2-kor, ha jól emlékszem. Most eljutottak odáig, a pár százezer, tehát talán 1 milliárd, vagy nem tudom, mennyit adott az utolsókot, hogy 4 millió példát el tudtak adni világszert.
ez azért egy jó dolog a kódnak, és mindig ad egy multiplayer lehetőséget, ami már elég régóta nem láttam kódban. Na most, én remélem, hogy a Battlefield egy nem kerül túl sűrű éventei kiadásra, ami egy nagyon jó dolog lenne, és a téma, amit választanak, azt nagyon óvatosan válasszák meg, de én például nagyon favorizálnák egy 2143-as Battlefieldet, az nagyon-nagyon jó lenne, úgy gondolom, tehát teljes mértékben tudnék élvezni 2143-at, mert nagyon élveztem a 2142-t, és az egyik első igazi Battlefield élményem, hogy őszinte legyek. És hát ja, így általánosan ezt gondolom így Battlefield 1-ről és 4-ről, 3-ról, stb. Szóval vannak benne jó dolgok élvezetes játékban, de annyira casual, hogy őszintén az például én nekem, mint akinek a videó kategóriája az volt, hogy egy kompetitív játékmenet, a pszichológia, a sikerpszichológia keverése a gamer világgal, és ennek a megértetése, vagy netán a fegyverekről bemutató, stb. Úgy éreztem, hogy egyszerűen nincs milyen téma, amiben beleásnám magam. Annyira egyszerű a játék maga, annyira casual a játék maga, hogy nincs mibe energiát fektetni. És ezért is sajnálom egy kicsit, hogy nem csináltam róla videókat, de más játékokban többet éreztem, mint például a Battlefield 1-ben. Reméljük, Battlefield 2018 egy több és jobb lehetőségekkel bíró játék lesz, és mindazoknak, akik szeretik ezt a franchise-t, és otthon vannak Magyarországon, már most gyűjtsetek pénzt az új gépre, srácok. Kezdjétek el félretenni azt a zseppénzt az új videókártyára, vagy az új gépre, azért, hogy tudjunk majd együtt játszani, hogy élvezitek ti is az új Battlefield-et. Nos, ha tetszett a videó, akkor dobj el lájkot, ugorj el a csatornámra, iratkozz fel, csekkold le a többi játékot, amivel játszom. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!